21 napirendi pontról tárgyaltak az április 19-i testületi ülésen. A szülők részére kedvezményes parkolási lehetőséget szavaztak meg a képviselők. A gyermekek bölcsödébe, óvodába, iskolába szállítását megkönnyítő, várakozási hozzájárulásokat igényelhetnek a szülők. Erről döntött ugyanis legutóbbi ülésén a Hegyvidéki Önkormányzat. A parkolási rendelet módosításával a kerületi általános iskolák első 5 év folyamán tanulók szülei olyan hozzájárulást kérhetnek az önkormányzattól, mellyel tanítási időszakban 13 és 18 óra között 20 percig díjfizetés nélkül parkolhatnak az iskola címe szerinti várakozási zónában. A hegyvidéki bölcsödékbe és óvodákba járó gyerekek szülei, amennyiben igénylik, szintén ingyenesen parkolhatnak 20-20 percet a reggel 8-9, illetve a délután 15-18 óra közötti időszakban az intézményhez tartozó zóna területén. A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető várakozási hozzájárulásokból háztartásonként legfeljebb 2 darab adható ki. A kiállítás díja engedélyenként 2000 forint. Az előterjesztés biztosítaná azt, hogy minden egyes szülő, aki gyermekét az intézménybe viszi reggelente, vagy éppen este, amikor elhozza, 20 perces ingyenes parkolási lehetőséget kapjon. Óvoda, illetve bölcsöde esetében ez minden reggel 9 óráig van, hiszen 8 órától van parkolás, és délután 15 órától parkolási idő végéig 18 óráig áll fenn. Az iskola esetében reggel ez a lehetőség nincs, hiszen 8 óráig iskolába kell érkezni, délután pedig 13 órától 18 óráig biztosítanánk ezt a lehetőséget. Miután jellemzően, vagy legalábbis gyakran előfordulhat, hogy nem ugyanaz a szülő, nem ugyanazzal a gépjárművel megy, ezért 2 darab gépjárműre biztosítanánk egy ilyen lehetőséget, tehát minden egyes háztartásban 2 gépjárműre lehet igényelni ezt a parkolási kedvezményt. Gyakorlatban már most is annyiban alkalmazzuk, hogy iskolai látogatási, illetve intézmény látogatási igazolások igénybevételével már most igyekszünk elkerülni az ilyen büntetéseknek a kiszabását. Szavazhatunk, úgy látom. Minősített többség szükséges, hiszen rendeletet módosítunk. Kérem, hogy most szavazzunk. Egyhangulag támogattuk. A képviselők az önkormányzati lakások bérletét szabályozó rendeletet is módosították. Ez szerint a továbbiakban nem csak házastársakkal, hanem bejegyzett élettársi kapcsolatban élőkkel is köthető bérlőtársi szerződés. Az eddigi rendeletünk a bérlőknek megengedte, hogy bérlőtársként a házastársukat kérjék, hogy a házastársuk bérlőtárs lehessen. Ez rendben is van. Fölvetődött konkrét esetek kapcsán, hogy a rendeletünk szemben a ma már érvényes családjogi törvénnyel, amelyik az élettársak számára alaphelyzetben ugyanolyan jogokat biztosít, mint a házastársak számára, a rendeletünk az csak a házastársaknak engedi meg a bérlőtársi viszony létesítését. Ezért javaslom, hogy bővítsük ki ezzel a ponttal, hogy nem csak a házastársak lehetnek bérlőtársak, hanem az élettársak is. Természetesen vagy közjegyző előtt, vagy anyakönyvvezető előtt bejelentett, tehát regisztrált élettársi viszonyról van szó, ez nem egyszerű bemondás alapján történik, tehát a fiktív cserék, fantom élettársi viszonyra való hivatkozással nem bonyolíthatók továbbra sem, hanem ez egy okirattal bizonyított élettársi viszony feltételez. Melyik bizottság vitatta meg a jogi bizonyosan, igaz, Attila? Támogatta, és a TVB is, Krisztina T. is. Van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? Vita? Nincsen. Szavazzunk akkor a rendelet módosításról. Minősített többséggel döntünk. Most.
Köszönöm, egyhangulag támogattuk. Ugyancsak egy rendeletmódosítással tette lehetővé a testület azt, hogy az uniós támogatású közműépítések esetén az útburkolat helyreállításra vonatkozó szigorú kerületi szabályoktól el lehessen térni. Ezeknél a munkálatoknál megengedhető lesz, hogy csak a felbontott sávot állítsák helyre, ne legyen kötelező a nagyobb felületű burkolatépítés. Az engedmény oka, hogy a beruházók a többlet munkákhoz nem kapnak többlet támogatást. Ennek hiányában pedig nagy valószínűséggel elmaradnának a szükséges kerületi közműfejlesztések. Döntöttek a képviselők arról is, hogy kezdeményezik a fővárosi szabályozási keretterv módosítását. A kerületnek az úthálózata az 50-es években került megtervezésre, de vannak olyan részei, amikor 1936-ban egyébként tervezés alá estek, és hát azóta azért alaposan megváltozott a közlekedési kép a 12. kerületben, és nekünk az az alapvető célunk, hogy ne növeljük a kerületnek a forgalmát. Ugye az elsősorban az agglomerációból beáramló forgalomról beszélünk, ami vagy az Alkotás út, Budaörsi út környékén érkezik be alulról a kerületbe, vagy pedig a Budakeszi út, Szilágyi Erzsébet fasor környékén a kerületnek a másik részén, a virányos felelévő részén, és nekünk nem célunk, hogy rávezessük a lakóvezetre az agglomerációt, és ezért nyilván azokat az utakat, amiket jelen pillanatban is erdőbe vagy zöld övezetben fásan találunk, eszünk ágában sincs megépíteni. Nem beszélve arról, hogy ezek az útépítések jelentős fakivágással járnának, elképesztő támfalépítésekkel, amik borzasztóan néznének ki városképű szempontból, és ezeknek természetesen olyan iszonyatos költségvetési vonzata lenne, aminek a fedezete nincs meg a költségvetésünkben, szerintem nem is nagyon lesz. Úgyhogy ez a rész egyébként a Rácz-Aladár út, Mártonhegyi út, Mindszenty tér környékét érinti elsősorban, és miután ezek egyébként is zöld területként vannak gyakorlatban, az a javaslat, és azt kérjük a fővárostól, hogy ezzel a zöld területi mutatónkat növelje ezeknek a utaknak, kvázi utaknak, gyakorlatban nem létező utaknak az átsorolásával. És ezzel együtt pedig bizonyos zöld területeket, amiket Z-vel és turisztikai erdőket, amiket ETG-vel jelölünk, azokat pedig építési keretövezetbe szeretnénk sorolni. Ezzel tudjuk egyébként a kerületnek a zöld mérlegét egyensúlyba tartani. Köszönöm én is. Van-e egyéb kérdés, észrevétel? Egyben tudunk szavazni, egyszerű többséggel most. Köszönöm, egyhangulag támogattuk.